Mintegy 100 magyarországi és kárpátaljai középiskolás diák vett részt a hétvégén a Rákóczi Szövetség által szervezett háromnapos felvidéki sétán. A diákok pedagógusaikkal Sátoraljaújhelyre, a Rákóczi Tábor és Rendezvényközpontba érkeztek. Innen együtt indultak Rákóczi földjének a felfedezésére. A háromnapos program keretében Kassára, a Szepességre és Betlére is ellátogattak a résztvevők. Magyarország legjelentősebb Rákóczi kultuszhelyén, a Sárospataki késő reneszánsz stílusú Rákóczi várban kezdte meg felvidéki sétáját az a közel 100 diák, akik a szövetség háromnapos körútján vehetnek részt. A csoport az ötszintes vörös torony bejárására vállalkozik, amely a várkastély legrégebbi része. Amikor a tornyot elkezdték építeni, az akkor már romokban álló domokos kolostornak a köveit is felhasználták, és az a hatalmas kőtábla, amire Perényi rávésette ezt a feliratot, az a régi domokos kolostornak az oltárköve volt, mert hogy erekje tartó kicsi rész is van belevágva. Védőfolyosókat és lőréseket, Rákóczi korabeli bútorokat, reneszánsz ajtó és ablakkereteket, a lovaktermet, első Rákóczi György török fali csempékkel burkolt fogadószobáját, a kilátóteraszról pedig festői panorámát csodálhatnak meg itt a diákok. Nagyon szépek a falak, a festmények, a mennyezet nagyon tetszett, és a kilátás. Én nagyon örültem ennek az utazásnak, hogy eljöhettem a Rákóczi Szövetséggel egy ilyen kis kirándulásra. Nem bántam meg, és következő alkalommal is mindenképp fogok jönni. A kárpátaljai Nagy Dobrony középiskolájából is érkeztek diákok a 25. felvidéki sétára. Most 5-en jöttek, ők évek óta rendszeresen részt vesznek a Rákóczi Szövetség programjaiban. A gyerekek barátságot kötnek, megismerkednek a történelmi helyekkel, helyszínekkel, Rákóczi emlékhelyekkel és a magyar történelem olyan fontos eseményeivel, amelyre itt rálátásuk nyílik, és még mélyebben megismerik a magyar kultúrát, a hagyományokat, a hagyományőrzést, és mi is tanulunk magyar történelmet, a magyar nép történelmét fakultációban, de ez nagyszerű alkalom arra, hogy gyakorlatban is megismerkedjenek ezekkel a dolgokkal. A szervezők úgy gondolják, hogy nem csak a végeken élő magyarságot kell megismertetni a nemzet történelmével, hanem ugyanolyan fontos az, hogy a tömb magyarságban élők is ismerjék az elszakított részeket és ápolják őseik kultúráját. A programot alapvetően úgy építettük fel, hogy egy tömb magyar területről eljussanak a gyerekek szorvány területre, látható legyen és tudatosuljon számukra, hogy bizony valahol már nagyon ritkán használják a magyar nyelvet, és nem lehet vele találkozni, vagy igen ritkaságnak számít, illetve mivel itt vagyunk a hármas határ közelében, ezért szükséget éreztük, hogy említsünk pár szót akár az összetartozásról is, hogy lehet, hogy most jelen pillanatban elválasztanak bennünket határok, de hogy hát nézzünk a Dom túloldalára, ami már egy másik országhoz tartozik, ugyanúgy beszélik és használják a magyar nyelvet, és ugyanolyan szeretettel várják az embereket. A csapat útja Sárospatakról Borsiba, második Rákóczi Ferenc szülőhelyére vezetett, ahol a nagyságos fejedelem kastély előtt álló mellszobrát koszorúzták meg. Az idei felvidéki séta része a kettévágott falu Nagyszelmenc, illetve Kassa nevezetességei, a Szepesi vár és Betlérben az Andrássy kastély megtekintése.